Catherine Hepburn, bánsági Ildikó. Rosszano Brazzi, hegedűs Dégéza. Velence, nyár szellem. Készült Arthur Lawrence színműve alapján. További magyar hangok. Ábrahám Edit, Halász Aranka, Buzs Gyula, Orosz Anna, Gergely Róbert, Kovács Dani. Forgatókönyv H.E. Bates és David Lynn. Zene Alessandro Cicognini. Díszlet Vincent Korda. Fényképezte Jack Hilliard. Magyar szöveg Nedecki Edit. Szerkesztő Takácsi Gizella. Hangmérnök Szűcs Péter. Rendezőasszisztens Farkas Gábor. Vágó Kocsis Éva. Gyártásvezető Magyar Gergely. Szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkron a Magyar Televízió részvénytársaság megbízásából a Videovox stúdióban készült. A filmet rendezte David Lean. Uram, legyen szíves! Hozzám szólt? Megfogná ezt nekem? Hogyne, szívesen. Egy kicsit közelebb magához. Egy kicsit magasabbra. Köszönöm, így jó lesz. Ugye most futunk be Velencébe? 2 perc és ott vagyunk. Most a laguna mellett robogunk. Ez mesés! Ez is! Megörökítem! A fenébe! Már az 5. tekesnél tartok. Kell majd utánpótlás. Köszönöm szépen. Ez az első útja Velencébe? Igen, magának is. Nem, én már jártam itt néhányszor. Néhányszor? Komolyan? Igen. Talán megnyeri a tetszését. Hogy talán? Meg kell nyernie. Nagy utat tettem meg érte. Már nagyon régóta gyűjtögettem erre az útra. Lehet, hogy csalódom? Nem hiszem, hogy ön csalódna. De hát ízlések és pofonok különbözők. Némelyeknek az a véleményük, túlságosan lármás hely. És mit akadás, nagyon hangzavar. De a többség elbűvölőnek találja. Na igen. Hát én azt hiszem, a többséghez tartozom. Nos, megérkeztünk. Fiorini, panzio! Non sa che io gliela so dire! Signora! Hölgyem! Fiorini, panzio! Nem! Inkább hozzánk! Hozzánk jöjjön, szép signora! Taxihoz kérem! Nincs taxi, gondola, busz! Mennyi a gondola? 1000 lira! És mennyi a busz? 20 lira! Busz! Fiorini panzió! Akadémia! Akadémia? Hol van a busz? Ottni!
Ez a busz. Sí, avanti! Mennyi? Grazie tante. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Érezze jól magát. Csak nem földi? Hát? Hová valós? Ohio-i vagyok, örvendek. A nevem McIlhenny. Hogy? McIlhenny, Lloyd McIlhenny, Illinoisból, a feleségemmel jött. Ah, oh, buona sera, la signorina. Jane Hudson vagyok. Jaj, elnézést. Ugyan mese szép? Igen, bizonyára. Magának nem tetszik Velence, Mr. McIlhenny? Olyan, mint egy vízenúszó vidám. Na de Lloyd! Másfelé is utaznak még? Hát persze, Florence-be. Így mondják olaszul. Tudja, mi bejárjuk egész Olaszországot, Róma, Nápoly, Capri, meg sem állunk Spanyolországig. Itt van végül Portugália, és utána az édes otthon. Megjártuk Írországot, Skóciát. Azok a cukik is skótszoknyák. Anglia, London, a királynő. Bűbájos. A franciák, Párizs. Persze, Párizs. Igen, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria. Ünnepi játékok, Dirdli. Svájc, most pedig Velence. Jézus, aztán a nagy utazás. Mennyi idő alatt tették meg? Június 15-én szálltunk hajóra Southamptonba. És mikor repülnek el Portugáliából? Szeptember 9-én. Az idén? Önök a száguldott turisták. Bonjour! Az utazási iroda veszett iramot diktál. Megtervezték minden lépésünket. Itt van, nézze csak. Tessék, ez a mai programunk. Reggel 8-kor reggeli, 9-kor a Dózsepalota, Sóhajuk hídja, 10-kor Szentmárk bazilika. Majd 1 óra SP. Mi az az SP? Szabad program. Napi 2 órát engedélyeztek. Ó. Oh. A szirénák otthon is éppen itt sivítanak. Ezek az egész világon egyformák. Életünkben először utazunk hajón, Miss Hudson. A férjem az idén menj nyugdíjba, gyerekeink nincsenek. Elhatároztuk, hogy egy kicsit kiruccanunk, igen. Isten szerelmére idész. Thank you.
szállt meg Miss Hudson? A Fiorini panzióban. Ó, micsoda véletlen! Nem mondja, Miss Hudson! Jaj, de jó! Mi most még nem megyünk a panzióba, Miss Hudson. Ó, igen, előbb megnézzük a velencei csipkét. Tudja, van itt egy bűvályos kis boltocska. Igen, itt kell kiszállni, Miss Hudson. Tedd le a koffereket, fiacskám! Egy pillanatnyálom a cipeket, nem tudom, nagyon nehéz. Facchino! Fiorini panzió. Oi, oi. Grazie, mille grazie. Arrivederci. Zio! Zio! Buonasera. Jó napot. Jane Hudson vagyok. Az utazási irodám önnél foglalt egy szobát. Ó, igen, persze, Miss Hudson. Megvan a szobája. Szíveskedjék ráírni erre a nevét és az útlevele számát. Ilyen sürgős? Igen, ez sürgős. A többit én kitöltöm. Buonasera. Buonasera. Grazie. Giovanna! A férjem mindig azt mondta, ha nincs szíved elbocsájtani, legalább teked ki a nyakát. Nagyon jól beszéli a nyelvünket. Köszönöm, ne féljen. Giovanna egy kukkot sem ért. Le valigio della signorina al numero 4. Va bene, buonasera. Buonasera. Segítek neki, nehezek a koffer. Hagyja csak, erős, mint a bivaj. Jó, az apropól mit majd én viszem. Köszönöm. Ez itt az ebédlőnk, ez pedig a nappalink. Tessék befáradni. Köszönöm. Giovanna! Köszönöm. Na hát, ez igazán remek. Ugye? Szabad a holmiát? Köszönöm. Jó, hogy nem egy zsúfolt szállóban lakom, amely tele van olyan turistákkal, mint én. Ó, elnézést egy pillanatra. Csodás! Ivott már Cinzánót? Ivott már bourbont? Ittam már. Becsempésztem, prima whisky. Kér egy kis jeget? Köszönöm, nem. Megrögzött szokásom, csak jég nélkül. Eligen határozott. Határozottan. Fele olasz, fele amerikai. Ugye először jár Európában? Honnan tudja? Nem rossz így egyedül utazni? Nem, élsz. Én utálnék. Mindig független típus voltam. Maga író? Nem. Csak egy bolondos titkárnő. Szálve. Egészségére. Ejha, ez finom. Tetszik ez a hely? Örülök neki. Ebből élek. Éveken át ez volt az otthonom. Mikor a férjem elesett a háborúban, panzió lett belőle.
Semmi á. Élvezem. Kellemes így pénzhez jutni, hogy ki sem mozdulok. Ó, oh, hello! A hölgy miszt... Hudson! Hudson! Fél Jigger! Hello, még Bucika! Találkozunk. Helyes lány. Igen. Megmutassam a szobáját. Köszönöm. Hé! Most kérek egy igazi csókot. A férfi festőművész. Néha itt nyaralnak. Ha nem énekel, ezt a szörnyű masinát húzza. Nekem a dal is tetszik, és a zene is. Ugye olasz mindkettő? Olasz? Nekem az. Emeleti szobát adtam magának. Itt van elég levegő. Köszönöm. Néha nagy itt a hőség. Aha. A lagunán túl láthatja Muránót, ahol az üveggyár van. Itt pedig szép a kilátás. Prego. Grazie. Miért? Ezért. Tudja, a hajón idejövet találkoztam egy lányjal. Amerikában 50 alatt mindennőtt lánynak hívnak. És 50 fele? Ki tudja. Szóval, az a lány a hajón várt. Mire? Hát, hogy Európában talál valamit. A lelkemén várta, hogy meglátja a régmúlt emlékeit, az ősi kultúrát, de itt elől azt leste, hol kap olcsóbban párfümöt, és hagyta elveszni, amire várt. Mert az elveszett. De mégis, mélyén, a lelkemélyén, az a lány keresett valamit. De mit? Egy varázslatos, rejtélyes, mágikus csodát. Csodát? De mifélét? Rejtély. Talán meg akarta találni, ami hiányzott az életéből. Azt hiszem, ideje, hogy tusolni menjek. Persze. Voltunk a Lidón, az akadémiai képtárban, és a milyen templomban is. Azok mind egyformák. Megnézték a biennálét? Mit? Az egy nagy kiállítás. Kutya legyek, ha még egy festményt megnézek. Elnézést, de Mrs. Jigger férje festőművész. Ó, csak ugyan! Ó, elnézést! Nem értek a képekhez, és rossz a lábam. Nem bírok átsorogni. Meg tudom érteni. Amikor belebolondultam Eddiebe, csak tetszettek a képek. Folyton bámultam őket. És egy napon csodálatos dolog történt. Megértettem, amit láttam. Így történt. Megnézhetnénk valahol mi is Mr. Jigger festményeit? Van egy kiállítás a New Yorkban. Egyet el is adott a Toledói Múzeumnak. Akkor ön sikeres művész. Sikeres? Erre már több, mint négy. Gyere el, menjünk, Lloyd! Ne menjenek még, ígyunk valamit. Ez a taljánkoszt megfeküdte a gyomromat. Ó, oh, pardon. Nem szeretnék udvariatlan lenni. Akkor arrivederci önöknek. Ne karatyolj, állandóan olaszul. De még ne szekálj. Komoly emberek is néha hogy viselkednek? Igen. Nem tudtam, mit beszél. Hát persze, hogy nem. Érzéketlen ember. Nincs szíve. Barbár. A taljánkoszt nem jó a kényes gyomrának. Talán a francia konyhát szereti. Azt én is szeretem. Pedig az nem étel. Olaszországon az ember ehet egy tányér spagettit. Párizsban mit tesznek az ember elé az asztalra? Szószokat. És Amerikában ugyan mit teszik ez a kényes gyomrú úriember? Fogadok, hogy teletömi magát. Pirulákkal. Higgyék el nekem, egy ilyen kákabélő miatt nem idegesítem fel magam. Arrivederci! Arrivederci! Igyon valami. No, grazie. Prego. Így kell mondani? Így. Gyere, fiú, mennünk kell. Ó, igyanak egy korcsot, buci. Nem, köszönjük, nem. Prego, csak egy korcsot. Nem, sietünk. Lesz még időnk kocintani. Persze. Majd megisszuk mi. Vagy nem. Azt hiszem, nem. Egyik barátommal lebédelek. Nincs kedve velünk jönni? Köszönöm, nem. Olaszországban olaszokkal kell találkozni. Tudja, Signor Faustino a képviselőtestület tagja. Jöjjön velünk. Nem zavarok. Jaj, Miss Hudson, Signor Faustino és én már néhány éve, hogy is mondjam, lehiggadtunk. Lehet, mégsem leszek elefánt.
Nem iszik velem mégis egy kortyot? Köszönöm, nem kérek. Látja, én elcsábulok. Prego, grazie. Arrivederci. Hogy is kell kiejteni? Arrivederci. Csí. Otthon van két ember. Szeretném, ha itt volnának ők is. Egy kedves pár. Olyanok, mint Jaggerék, csak sokkal idősebbek. Nem idősebbek nálam, nálam nincs is vénebb. Csak én. Olaszországban a kornak súlya van. Hát akkor én sokat nyomok. Nem kell még mennie. Még sincs kedve velünk jönni. Grazie tanto. Prego. Oké, azaz va bene. Szabad vagyok, mint a madár. Tehát ma este magam vacsorázom. Ne hagyja, hogy Giovanna lerohanja. Nem hagyom. Napnyugta után rohangálni kezd, mint egy amerikai. Van egy barátja, Alfredo. Ha vele együtt tölti az éjszakát, egész nap kúrálja magát. Ó, ilyenkor én is elfogadnék. Tudja, Miss Hudson, a csodák néha ránk találnak. Csak egy kis lökést kell adni nekik. Higgy el. Furcsa, de mintha az anyámat hallanám. Buona sera. Buona sera. Keresni valamit, Lady? Nem. Nem. Gondol a Lady? Ma nem. Este? Sem nappal, sem este. Holnap éjszaka. Legjobb éjszaka. Hallod-e? Légy jó kisfiú, és menj szépen haza. Haza? Nekem nincs haza. Úgy értsem, nincs hol laknod. A csónakban alszom. Szép lapot, Lady. Jól van. Itt van, Nesze. Vegyél rajta ennivalót. Ennivalót, érted? Olyat, amiben sok a vitamin. Jaj, nem.
Ez a híres Szent Márk tér. Nem változott semmi. Ugyanolyan minden. Így van, madám. Menjünk tovább. Pincér! 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 Cameriere! Prego, signora. Egy pillanat. Il conto. 400 lire. Grazie. Prego. Grazie.
soha vissza nem térő alkalom, hölgyeim és uraim! Egy másodpercig kattanás, és emlék lesz egész életében. Mosolyog, Lloyd, mosolyog! Oh, ez az. Már is kész. Parancsoljanak. Örök emlék az Adria királynőjétől, Verencétől. Most megyek. Hová megy, Lady? Vásárolni. Oké. Hé, kameriere! Bízz csak rám, bucikám. Lira, nekem? Tegnap már kaptál. Akkor egy cigarettát? Kisfiú, ne bagozzon. De én bagózom. Szokj le róla. Csak egyet. Szegény nagypapámnak. Látod, hogy balekkal van dolgod. Hé, te! Egyről volt szó. Grazie. Prego. Grazie tanto. Oké, a lady. Viszlát, butikám! Buongiorno, signorina. Che desidera? Oh, sajnos... Nem tudok olaszul, így is megért? Igen. Volna szíves megmondani nekem, hogy az a kirakatban levő piros üvegkehely mennyibe kerül? Igen, azonnal. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Mennyibe kerül ez a piros kehely? Ez 10 000 lira, 18. századbeli. 10 000? Nézzük csak. Szabad? Persze. Gyönyörű darab. A színe is különleges. Jobban látná a színét, ha levenni a napszemüveg. Jól érzi magát velem címen, szinyorina? Igen, jó. Igen, nagyon szép város. Köszönöm. Tudja, a Szent Márk tér Velence szíve. Tudom, éreztem. Érzi Velencét? Nagyszerű érzés Velence érzelmeit visszanozni. Van párja is? Ütesek? Kettő. Nincs párja. Sajnálom, csak ez az egy van. Mit mondott, mennyiért adja? Önnek 10 000-ért. Eredeti 18. századi. Csomagolja be. Tessék? Megveszem. Megveszi? Ennyiért? Azt mondta, ez az ára, nem? Ne vegye rossz néven, szinyorina. Vett már valamit Velencébe?
Nem, eddig még nem. Ez a kehely az első. Csak tegnap érkeztem. Elnézést, szinyorina. Olaszországban nem szabad gyorsan rávágni, hogy megveszem. Alkudni kell. Minek? Mert az része az adásvételnek. Nos, odaadom önnek 8700 líráért. Nem, ne adja. De miért ne? Azért, mert nem fair. De én szeretném. Szó sincs róla, megfizetem a 10 000-et. Engedje meg, hogy 8700 líráért adjam. Ez az első tárgy, amit nálunk vásárolt. Jó, engedek. Vagyis feladom. Vakolhatja. Prégo, vakolhatom, de hát... Vakolja be, azaz pakolja be. Köszönöm. Sokáig maradt Velencében, színrína? Attól függ, hogy nem is tudom. Úgy érzem, szívesen maradnék örökre. Ilyen a mi Velencénk, varázsa van. Ha gondolja, megpróbálok szerezni még egy kelyhet. Még mindig szeretné? Ó, igen, igen. Azt igen. Hiszem, sikerül majd hozzájutnom. Ha felkeresne újra, vagy ha megadná a szállója címét. Egyébként hol szállt meg? Velencében? Hogy? Azt akartam mondani, hogy a Fiorini panzióban. Tudom, hol van. Köszönöm. Nos, tehjék benne örömem. Köszönöm. Segítek. Köszönöm. Igen, igen, köszönöm. Köszönöm. A szemüvege, szinyori. Oh. Felteszi, vagy elteszi? Elteszem. Köszönöm. Viszlát. 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 Kedves Ben és Betty, Velence olyan, mint egy tündérmese, bárcsak itt lennétek. Most alkothatnánk egy jó kvartettet. Mi a Miko, az ezüstös hajú. Csinos lány vagy, bucikám? Igen, tudom. De nem olyan érdekes, mint a nők a festményeken. Bezzeg maga. Ugyan már. Ez így van. Valami baj van. Niente. Hey, Signorina Giga. Igen. Egyszer, majd ha az ura nekilát a festésnek, csavarok velem egy kicsit a városba. Hello. Már 10 perce prontó vagyok. Hello, már rendeltem. El mehetnénk úszni. Ide. A Harry bárba megyünk. Az uti kalauz is megemlíti. Igen. Mi lesz, Phil? Megyek. Ugye megbocsát? Persze. Jó mulatást. Később találkozunk. Persze. Viszlát. Viszlát. Hé, azt hiszem, ezt nekem se kéne kihagynom. Én is mehetnék. Meghívnám magukat egy pohár italra. Persze. Ismerősökkel találkozunk. Őket is meghívnám, ha nincsenek nagyon sokan. Csak egy párocska. Vacsoránál találkozunk. Jól van, viszlát! Jaj, Edi! Hát... Miss Hudson! Thank you.
café? Subito, signorina. Köszönöm. Gondola, lady! Megijesztettél, honnan tudtad, hogy itt vagyok? Láttam, a szinyorina mindig sétál és sétál. Miért nem vesz gondolát? Az jobb, nincs meleg. Tetszik ez az út. Lady, vannak magának testvérei? Három bucikám. A lady szerencsés. A három bátynak és húgnak van 351-es parker. Ajándék, olasz szuvenír. Te nagy kópé vagy. Oké. Nézd csak, eltévedtem. Tudod, hol van a Campo Barnabás? Campo Barnabás, sí. Oda kísérsz engem? Oké? Sí, uno momento, signorina. Mosogatom, így jobb. Maga is mossa. Jól van, én is megmosom. Oh. Sí. Sí. Nagyon jó. Gyere, menjünk. Ponto Barnabá? Campo Barnabá. Nem megy a lába, lady? Megy, ha viszem, bucikám. Nesze,
Fogd meg ezt. Ezt is. Meg ezt is. És várj meg itt. Oké. Jó napot, szinyorina. Parancsoljon. Azzal az úrral szeretnék beszélni, aki... Elment, szinyorina. Ne legyen félős, lédi. Velence nehéz a lédiknek. Add ide, csinálok egy pár fotót. Oké, Zsoké. Oké, Zsoké. Köszönöm szépen. Útban vagy? Nem én képem akarja, lédi. Mit akar képbe tenni? Azt az üzletet szeretném lefényképezni. Néha kicsit süsű a lédi. Kösz, bucikám. Oké, mehet. Gyere, gyere. Gyere ide. Légy jó fiú. Állj meg ott és ne mozdulj. És hallgass. Menj odé. Mamma mia. Állj. Oké. Még az olimpián láttak volna. Scusi? Beestem. Jól vagyok. Semmi bajom. Grácie. Semmi bajom. Grácie. 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 Mauro! Mauro! Itt, lédi. Itt van. Mauro! Vigyél haza! Oké, lédi! Hé, via lasciate passare! Via, via passare! Jó napot! Come sta? De nem olyan benne. Vízbe pottyantam. Igen, hallottam. Nagyon sajnálom. Majd tudom, hogy lógott ma délután. Hogy lógtam? Ott voltam az üzletben. Nem mondta a fiú? Ó, igen, igen. Nagyon kedves volt. Unokahúgom. Öccse. Persze, ó, mamma mia, unokaöcsém. Amikor azt hiszem, perfekt a nyelvtudásom, mindig hibázom. Vito, a legidősebb nővérem fia. Bravo. Grazie. Prego. Én ebben az egyetlen olasz szóban vagyok perfekt. Nem tudom, szóljak valakinek? Kinek? Nem tudom, signora Fiorininek. Egyáltalán nem ismerem. Oh. Zavarok talán? Nem. Mert önhöz jött. Oh. Oh. Megvan a másik kehely. Oh, nem, sajnos még nem találtam. Ritkaság az ilyen kehely Velencében. De szerzek majd. Kérem, ne csináljon gondot belőle. Önért nem jelent gondot. Bemehetek? Jaj, hogy ne, persze. Nagy a hőség. Nagy.
Így kellemesebb, nem igaz? Signor De Rossi, minek köszönhetem a látogatást? Ez csak természetes. Ön nem vásárol minden nap üvegkelyheket. Nem. Értem, hát... De miért? Miért? Számít a miért? Úgy is tudja. Nem tudom. Hogy magyarázzam meg? Hiányos a nyelvtudásom. Talán nekem is. Nézze, két napja a Szent Márk téren üldögéltem. Maga is ott üldögélt. Aztán másnap bejött az üzletembe. Beszélgettünk a kelyhekről és persze Velencéről. De valójában nem arról volt szó. Nem. Tegnap éjjel a Szent Márk térre mentem megint. És maga is ott volt. Megint. Fél Velence a Szent Márk téren volt. Megint. De Fél Velence nem jár a boltomba, mert akkor gazdag volnék. Szeretnék még egy kelyhet. Csak ennyi. Sok bolt van Velencében. Lehet, hogy kereste máshol is? Ne. Látja. Máshol nem ígérték meg, hogy szereznek még egyet. Ezért jött vissza. Ezért. Semmi másért. Nem tudom, mik az eddigi tapasztalatai az amerikai turistákról. Csak annyi, hogy ők sokkal tapasztaltabbak nálam, szinyorina. Leülhetnék? Nem. Megsértettem magát. Igen, bántja, hogy itt vagyok. És ez jó jel. Talán bután hangzik, de én nem olasz vagyok, hanem amerikai. Azt hittem, Amerikában mindent gyorsan csinálnak. Ilyesmi ott sem megy gyorsan. Nekem nem. Ó, igen. Megsértettem önt. Signor De Rossi, nem vagyok már gyerek, de ezt nem értem. Nem érti. Mit kellene értenie? Azok a legszebb dolgok az életben, amelyeket nem értünk. Amikor tegnap beszélgettünk, úgy éreztem rokonszemves. Hát lehet ezt érteni. Mert úgy érzi, mintha nővére volnék. Négy nővérem van. Nincs szükségem többre. Elég volt. Csak tréfálkozik. Mindig tréfálkozik, de a szívem én azt hiszem sír. Ez kedves. Ezért rokon szemves nekem. Miss Hudson, azt kérdezi, miért akartam látni magát? Mert vonz engem. Miért? Mert vonz. Az amerikaiak még a franciáknál is bizalmatlanabbak. Nézze, láttuk egymást. Tetszünk egymásnak. Hát nem gyönyörű? Mi rossz van ebben? Megtisztel ma este a jelenlétével. Ó, buongiorno! Hello, Miss Hudson, micsoda napunk van! Vásárolni voltunk! Ezt gondolom, hogy sem kellene. Signor De Rossi, Mr. és Mrs. McIlhenny. Ó, come sta? Bene, grazie. Ah, igen, én imádok Olaszországban olaszokkal találkozni, ugye te is, apukám? Örökön megismerhetem, kutya meleg van, túl teljesítettük a programot. Igen, vettünk üvegeket, üvegeket. Haza küldtünk egy csillárt. Előtte az üveggyárakban voltunk, aztán a képtárakban. Csodásak a képtárak. Igen, még Lloydnak is tetszettek. Ez igaz, még engem is levett a lábamról az a szép művészeti. Na igen. Na, meg kell néznie, Miss Hudson. Ha esik, ha fúj, meg kell. Az a sok-sok kép. Tele vannak a falak. Képek százaival, mint kézzel festve. De a legcsodálatosabbak az üvegek. Megmutatom, hogy mit vettünk. Nézzék meg! Ó, csak nem most, Idris, nem most. De amikor olyan fantasztikusan szép. Ó, ne fáradjon most, majd máskor megnézem. Ó, nem fáradtság, csak megmutatom. Magának is el kell mennie a gyárba. Az embernek gyökere tereszt a lába. Egy hosszú rúdra teszik az egészet, és betolják a forró kemencébe. És presto, kész is van a pohár. El sem tudja képzelni, milyen színekben.
Íme! Ugye páratlan szépségű? Megdöbbentő. Csodálatos módon éppen egy ilyet kerestem. Ó, szívesen csinálnak magának is. Én vettem fél tucatot. Meg is lehet várni, amíg elkészülnek. Ha nem veszik tolakodásnak, mennyibe került? Nem volt olcsó. Ugyan, Lloyd, ne mondd ezt. 11.500 lirát kértek darabjáért, de az ember soha ne adjon annyit nekik, amennyit kér... Jaj, borzasztóan sajnálom. Na nem kell, az olaszok szeretnek alkudni. De végül is mennyit fizettek érte? Hát, 10.000 lirát. Ó, hát ez fair. Az ördögbe idisz. Hát nem kifelejtettük a nemzeti könyvtárat? Ó, ott talán elmehetnénk oda holnap, mielőtt indul a vonat. Néha azt hiszem, Velencében ez az időbeosztás, szóval nem volt jó. Grego! Na hát, grazie. Grego. Akkor arrivederci! Arrivederci! Jaj, Lloyd McKillenny! Ismerek a közelben egy kis boltot, ahol Mrs. McKillenny megspórolhatott volna kereken 8.700 lirát. Amit önnek eladtam, azt nem tegnap készítették. Hát persze, hogy nem, hanem a 18. században bucikám. Ne hívjon bucikámnak! Jobb, mint ha annak nevezném, aminek hiszem. Most dühös. Dehogy. És megint bizalmatlan. Dühös nem, bizalmatlan, igen. Mindig megtalálja, amiért bizalmatlan lehet. Igen, mindig, ilyen vagyok. De a bizalmatlanság sosem... Mit vár tőlem, hogy mit érezzek? A velencei üvegtárgyakat ma is a régi tervek szerint készítik. A maga kelyhe 18. századbeli. Akár hiszi, akár nem. Kérem, higgyen nekem. Tiszteljen meg, és igyon meg velem egy kávét. A piacán. Koncert lesz ma este. Csupa Rossini. Ez az. Ez a kezdett zenét hallgatni valakivel. Lazítson. Lazítson, és szép lesz a világ. Lélegezzel mélyet, mintha énekel. Na, ez az. Ez az, ez az. Rossz lenne meginni egy kávét velem? Nem. Majd az történik utána, aminek történnie kell. Vagy nem történik semmi. Szebb és több, mint amiről odahaza álmodtam. Maga meglepő egyéniség. Meglepő? Minden nő meglep egy férfit legalább egyszer. Én hányszor leptem meg magát? Azt hiszem, amióta ismerem. Néha maga is
Kissé meglepett engem. Kellemesen. Há. Ígyunk. A sok kellemes meglepetésre. Signorina, Rosé, Gardinier, Orchidelin. Melyik virágot szereti? Signorina. Maga mit gondol, melyiket? Válasszon. Sejtem, hogy melyiket választja. Sejti? Lehet, hogy a választásom meglepi. Lehet. Válasszon. De lehet, hogy nem. Meglepődött? Attól tartok meg. Grazie. Grazie, signorina. Tanto grazie. Prego. Mille grazie. Arrivederci. Mit gondolt, melyiket választom? A rózsát? Vagy a szegfűt? Az orhideát? Jaj, talán azt kellett volna. Igen. Most nem voltam vérbeli amerikai. De miért éppen ezt a virágot választotta? Egyszer régen bálba készültem. Nem csak táncmulatságba, hanem igazi bálba. Életem első báljára. Valamiért a fejembe vettem, hogy gardéniát kell viselnem. Nem tudom miért. Lehet, hogy olvastam egy regényben a gardéniáról. Pedig akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen. És egy gardéniát viselt a bálban? Kiderült, hogy egy szál gardénia $2 kerül. És az udvarlóm szegény főiskolás volt. Álom maradt a gardénia. Most itt tartja a kezében. Igen. Előbb-utóbb valóra válnak a vágyak. Igen, azt mondják. Főleg annak, aki ezt várja is. Sétáljunk egyet. Nem bánom. Ebben a házban születtem. Látja azt az ablakot, ahol virágcserép van? Igen. 64 lépcső visz fel. Mindig megszámoltam. Sokat kellett gyalogolnia. Még mindig. Néhány éve visszaköltöztem. Ó. Buonanotte! Buonanotte! Vidám társaság, most valami ünnepség van? Nem, csak mulatoznak. Megvacsoráznak valahol a csatornán, énekelgetnek, nézik a csillagokat, és talán szóval ilyenkor sötét az éjszaka. Buonanotte! Buonanotte! Lépcsőről majd kihalászom. Hagyjan, nem fontos. Renato. Itthon van. Mondja újra. De mit? A nevem.
Renát. Miért csinálta ezt? Miért? Igen, miért csinálta ezt az egészet? Nem akarom látni többi magát. Csak ugyan. Renát. Szeretlek. Holnap? 8-kor. Azt mondta, ma megyünk Kéktárba. Vagy már elfelejtette? Jaj, Mauro, elfelejtettem. Sajnálom, nagyon sajnálom. Ha tényleg sajnálja, vegyen svájci óra. $10. Rohannom kell. Hová megy? Ó, nekem most randevúm van. Csinál fotóm, Lady. Lady, hol a kamera? Ó, azt is elfelejtettem, bucikám. Deal is. Una vera italiana. Olyan vagyok, mint egy igazi olasz. Sí, sí. Arrivederci. Arrivederci. Mint egy olasz. Miss Hudson? Oh, maga az? Jó estét, üzenetet hoztam. Ugye, Signor Rossi nem tud jönni? Á, nem, itt lesz, csak egy kicsit később. Maga, nagyon kedves, hogy eljött megmondani. Semmiség. Ne vinne egy kávét? Köszönöm, nem. Foglaljon helyet. Köszönöm. Cigarettát? Amerikai? Az. Ó, köszönöm. Amerikai cigaretta szenzációs. De inkább eltenném későbbre. Megengedi? Szívesen dolgozik, Signor De Rossinál. Nagyon szívesen. Ugye, Signor De Rossi nagyon kedves ember. Igen. Ő is nagyon tiszteli önt. Bántotta, hogy nem tud ideérni pontosan. Sietett volna, de most a legkisebb hugom megbetegedett. Ó. Semmi komoly, de ő annyira aggódik a gyerekekért. Aggódik? Mindig. Kinek a gyerekeit félti ennyire? Hát, minket. Kiket? Magukat? Én vagyok a legidősebb fia. Hogy van a kedves mamájuk? Jól, köszönöm. Mint én. Ha csak azonnal szét nem robbanok. Bocsánat, nem értem pontosan. Sajnálom. Megmondaná az apukájának, hogy nem várok, ne jöjjön.
Semmi De baj. Itt lesz hamar. Nem várok tovább. Mondja meg neki, ne jöjjön. És holnap se jöjjön ide? Ne. Köszönöm, hogy ide fáradt. Na de... Buona sera. Buona sera. Hello. Oh, hello. No csak, mi baja van? Családi perpatvar. Irigylem érte. Bár csak nekem is lenne. Tessék. Köszönöm. Sírhatnék unban. Magának. Mit szóljak én? Maga nem sírós. Csupa derű. Móka, kacagás vagyok. Magát mindenki szereti. Tudom. Komolyan. Ne szeressenek. Mit kezdjek egy tömeggel? Én mit kezdjek egy... Megint rájött. Minden az őrületbe kerget. Minden olyan őrítő. Nekem minden kell, ha szeretek valakit. Magának minden megvan. Ez őrítő? Igen, ez őrítő. Jóban, rosszban, bármiben. Ketten vannak, pucikám. És akkor mi van? Ketten a világon a legszebb szám. Ne feszítse túl a húrt. Az a baj, hogy túl sokat kíván, pucikám. Mi baja? Most mi rosszat mondtam? Semmi, semmi. Nagyon sajnálom. Semmit. Csak én... Történt valami magával? Nem, nem történt semmi velem. Csak nem volt elég. Ropogós itt a sült krumpli. Nézd, nem szeretlek téged. Ki kérdezte? Nagyon kellemes volt legutóbb. Andiamo. Mauro! Itt vagyok! Gondola! Oké, Zsoké! Signora. Signora. Készen áll! Grazie! Grazie tanto! Okay, buona sera, signora! Oh. Buona sera, signore! Mi csináltál a pénzét? Az enyém! Mi csináltál a pénzét? Ego! Piszkos pénz! Enyém! Hoztam neki, gondolja! Ezt csinálod? Ez a munkád? Mi van, lédi? Lédi feje rossz! Hagyd abba, értetted? Hagyd ezt abba! Mit követett el? Azok ketten. Ő még kisfiú, még csak egy gyermek. Signora Fiorini és a festő. Miért a gyerekre haragszik? Mit csinál, lady? Tehát szitt tovább. Buon lady. Ma éjjel elszabadult valami a városban. Most Velencére haragszik? Kansas City-ben nem tesznek ilyesmit. Gondolában nem. Ez Velence előnye. Jane! Ne nevezed Jane-nek! Miss Hudson, maga feldúlt. Nem, csalódott vagyok. Feldúlt. Nem szeretem a bestellenséget. Nem a maga felesége. Miért nem mondta meg, hogy házas ember? Na, értem. Miért? Miért? Mert féltem. Féltem, ha előbb tudja meg. Vége lesz, mielőtt elkezdődne. És most is félek. Nem lep meg, hogy helyesli az efféle dolgokat. Helyeslem. Signora Fiorini ügyei nem tartoznak rám. Ő is él, én is élek. És én szeretem az életet. Úgy tesz, mintha mindaz, amit tenni szeretne, szép és jó lenne. Ilyen lesújtó az amerikaiak véleménye a szexről? Nem vesszük ennyire félváról. Nem vesszük? Félváról mi sem? Jane, én nem élek együtt a feleségemmel. Miért? Miért? Azért, mert ebben állapodtunk meg. Vannak a feleségének barátai?
Hát persze. Gondoláznak? Nem. Maga feldúlt? Nem, csalódott. Nem feldúlt. Visszanyerte a humorát, ez jó jel. Maga meg elvesztette. Henrik, ne viselkedjünk úgy, mint egy süldő lány. Nem tartozik magára, hogy mit csinál a feleségem. És Signora Fiorini ügyéhez nincs semmi köze. Végül is miért jött ide? Beül egy gondolába, sóhajtozik. Ó, Velence, milyen szép, romantikus. Ó, ezek az olaszok. Olyan költői, romantikus, olyan gyerekes. Álmodozik, hogy majd a lába elé borul egy ifjú, gazdag, szellemes férfi, aki persze nőtlen. Én csak egy boltos vagyok. Nem fiatal, nem gazdag, nem sziporkázó. Ráadásul nős is. De férfi vagyok. Maga pedig nő. Mégis leszól engem. Hazug, csúnya. Meg ez, meg az. Olyan, mint az éhes gyerek, aki elé raviolit tesznek. Nem kell, mondja, mert bifteket akarok. Kedvesem, ha éhes, egye meg a raviolit. Én nem vagyok éhes. Mindnyájan éhesek vagyunk, Miss Hudson. Egy kicsi zsibong a feje. Legyen csöndben. Hadd történjen meg. Én szeretném. Akarom, hogy megtörténjen. Azt hiszi, én nem akarom. Csak? Csak én. Csak én nem így képzeltem. Ne haragudjon. Én egy másik világból jöttem, és nem akarok sokáig itt maradni. Úgy még fontosabb, hogy ne csak a kelyhet vigye haza. Ahhoz képest, hogy nem éhes, remekül csinálja. Igen? Kérem. Menjünk el valahová. Nem. Kérem. Most egyedül akarok sétálni. Kérem, hagyjon engem békén. Az nem fog menni. Jöjjön, igyunk valamit. Nem. Csak egy pohárkával. Nem. Ma éjjel tűzijáték. Nem érdekel. Ez olyan nevetséges. Nem cáfolom. Gondolá, signore? Nem. Guardi che due gattini. Che meraviglia. Guardi, due cammini. Tu, girate. Girate così. Guardi in tutta la vita. Guardi che meraviglia che fa. E questo, guarda. Ve li do tutti. Guarda che sta bene, guarda, guarda che sta bene, eh? È la pallina. Guarda che palla. Ciao.
Tudja a szövegét is? Tudom. Ez a dal alól szól. Tudom, hogy... miről szól. Hallotta Amerikában? Nem. Szí. Szí. Énekeljen. És ha botfülem van? Botfülű olasz nincs. Buongiorno, signorina. Buonasera, Giovanna. È stato bello? Molto, molto bello. Buonanotte, signorina. Buonanotte, Giovanna. Ha, ha, ha.
Ez Burano! Ez csodálatos! Régen úgy hívták, Li Solado Vessie Infranto l'Arcobaleno. Ez mit jelent? A lehullott szivárvány szigete. Későre jár, mennünk kellene. Álmos vagy? Gyorsan elalszom. Tegnap egész nap aludtál? Igaz. Ha egész nap alszol, nem fogsz aludni éjszaka. Renato, megígérted, hogy elviszel a csipkeverőkhöz, de már késő van. Majd elviszlek. Megígéred? Nem. Most sem ígéred meg? Most aztán még kevésbé. Ha nem viszel el, többé nem csókollak meg. De igen, megcsókolsz. Az a gyanúm, hogy meg. Már ismernek minket. Te vetted rá őket. Igen. Signorina. Grazie. Prego. Olyan messze jársz. Nagyon közel vagyok. És most mire gondolsz? Arra az első estémre itt, mikor először láttalak. Sárga nyakkendőt viseltél. Emlékszem.
Semmit sem akarok elfelejteni. Egyetlen percet sem. Nem is tudnám elfelejteni. Szeretnék egy kicsit mászkálni. Menjünk egy csöndes helyre. Akárhová. Veled. Úgy érzem, hogy megint meg fogsz lepni. Hallgass ide, Renato. Ma elutazom. Ma? Összecsomagoltam. 2-kor indul a vonatom. Ez hihetetlen. El kell vinned, Renato, mert igaz. Mit követtem el? Semmit. Miért gondoltad meg magad? Én nem... Gondoltam semmit, csak eldöntöttem. Nem tettelek boldoggá? Nem erről van szó. Ez volt a legboldogabb időszak az életemnek. Hidd el nekem, kérlek. Akkor miért hagysz el? Mert így kell lennie. Mert így rossz, és... Mert a kettőnk kapcsolata a semmibe veszne. Szeretlek, Jane. Nem kell ezt mondanod. De így van. Mindig szeretni foglak. Igen. Ha elmegyek. Minden kapcsolatomban tovább maradtam, mert nem tudtam, mikor kell elmenni. Most melletted. Felnőttem, és most már tudom, mikor kell. Nem bírom elviselni, hogy ma elmenj. Én sem bírom. Én sem. Csak pár napot maradj még. Nem maradhatok. Akkor sosem tudnék elmenni. Ne kívánj. Ne, kísérj ki a révhez. Jane, nem engedlek. Ne. Csak ezt ne. Segíts, könyörgök. Innen magam megyek. Kérlek, ne menj el! Könyörgök, maradj! Hadd menjek. El kell érnem a vonatot. Kiviszlek az állomásra. Istenem, Rész, ezt nem akarom! Jaj, ne! Rázzuk össze kezünk. Sajnálom, Mauro. Nagyon, nagyon sajnálom. Oké. Rómába megy? Hazamegyek, Mauro. Amerikába? Igen. Visszajön egyszer? Visszajövök. Nagy Amerika szinyóréval. Én leszek vezető. Oké. 51-es Parker. Köszönöm, nem kell. Nem dollár, nem.
Tőlem, ajándék. Miért? Tetszik nekem. Oké, zsoké, lédi? Igen, oké, zsoké. Ciao. Még látjuk egymást. Köszönöm, ez a magáé. Jorinka Rossa! Ez a tiéd! Neked hoztam! Kapd el! Gardénia! A tiéd! A tiéd! Thank you.